Di macchina fai te la Questa cosa esce per il pane, è mio tutto show questo. Bene, 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 Thank you.
Hello. Così. Hát szép jó napot kívánok mindenkinek, tisztelt hölgyeim és uraim! Két év után ismét örömmel köszöntöm Önöket a hagyományos farsangi felvonulásunkon. Hát, hogyha belenéztünk az ezelőtti évek fényképeibe, láttuk, hogy volt itt már hideg, volt itt már hó, volt itt már minden, amit aztán nagy sikerrel minden évben elűztünk. Most újra itt vagyunk. Nekem jó idő van itt a napon Önöknek, meg majd a forradból után lesz talán jó idő. Na, tehát akkor újra itt vagyunk, újra itt van velünk DJ Szunyog, aki a mai napon is gondoskodik a jó hangulatról. Valamint hát, ahogy így elnéznek itt a hátam mögé, itt vannak a felvonulók is. Jó sokan. Nagy örömre szolgál ez, és hogy sok szép, beöltözött embert látok. Van itt egy szemellenzős barátom is, aki úgy tudom, hogy nem csak, hogy beöltözött, nem csak, hogy intézményvezető, de még zsűrizni is fog itt ma. Így igaz a kollégáival. Úgyhogy a beöltözöttek ma se fognak ajándék nélkül maradni. Na de, én szerintem nézzük is körül itt a hátam mögött, hogy kik jöttek el ma itt hozzánk? Ki a szószólója itt ennek a csoportnak? Erika néni? Erika néni lesz a szószóló? Ő fogja elmondani, hogy akkor kiket látunk itt? No, hát akkor kedves Erika néni, mondja el nekünk, légy szíves, hogy kik ők és minek öltöztetek? Egyenesen a Felsőbüki Nagypál Általános Iskola második B-osztályából gurultunk ide, mint csoki golyók, és szeretnénk egy fergeteges tánccal bemutatni a csokoládé fontosságát. Először azért megkérdezem, hogy ki szereti a csokit közületet? Jó, akkor szerintem tegye fel az a kezét, aki nem szereti. Hopp, aha, egy emberünk van. De azért te is ugyanúgy fogsz táncolni, ugye, mint a többiek majd. Jó, rendben, menj nyugodtan. No, és a mi Szunyog barátunk tudni fogja? Tudni fogja. Hát akkor szerintem tiétek a flanc. Mutatkozzatok be!
Most viszont mielőtt tovább mennénk, szeretném megköszönni az egyik olyan résztvevőnek, aki itt van velünk minden évben, Németh Sándor Dazsa bátyánknak azt, hogy minden évben felvezeti ezt a menetet, és külön köszönjük neki azt, hogy ebben az évben farsangi felvonulásból farsangi futóversenyt rendezett, mivel hogy mondták, hogy elég volt loholni utána, olyan gyorsan jöttél. De köszönjük szépen, hogy itt vagy. Itt vagy velünk te is minden évben. Most viszont, igen, vissza kell menni dolgozni. Aha. Na, a mafiózók dolgoznak. Na, ez a legújabb fantasztikus film. Tessék csak ide közelebb jönni, kedves mafiózó barátaim. Na szóval, szezonban? Dehogy nem. Melyitek a keresztapa? Kezdjük azzal. Keresztanya van. Keresztanya, én voltam alatt. Keresztapa, boldog. Ő dolgozik, jó van. Tartja a frontot. Na, lányok, akkor fussatok egy kört, azt így nincs visszadolgozni. Akkor szépen lassan, nem vagy itt. Nem van valami baleset lesz aztán. Na szóval akkor a keresztapából a macskafogó patkányait láthattuk. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, további jó munkát. Sokat most már ne dolgozzatok ma. Na, aztán most pedig áll itt két fiatal ember mellettem. Én tudom, hogy kik ők, mert elárulom, hogy nekem is a Marvel filmek azért a kedvenceim közé tartoznak.
Viszont hogyha elmondanád és bemutatkoznátok, hogy ti kik vagytok? Én vagyok Dr. Strange, ő pedig Vasember. Ez a ruha, ez már a legújabb konstrukció, ami rajtad van? Ez még nem a legújabb konstrukció? De a kezéből ugyanúgy tud kilövelni mindent, ugye? Az azért menni fog, jó van. Na most viszont, hogyha megkérlek benneteket, menjetek egy kör, mutatkozzatok be itt a többieknek, önöknek pedig, ha tetszik a jelmez, kérem, tapsolják meg őket! Dr. Strange ugrott teret közben, nem tudom, láttuk. Dr. Strange ugrott teret közben, amíg felvonult. Nem figyel, már nem figyel rá. Gondolta, mentem egy kört, megtettem, amit kellett. Innentől kezdve csak hadd mondja magáért. Na, drágáim, szerintem gyertek ide hozzám egy kicsit közelebb, mit szóltok hozzá. Tessék megnézni őket? Milyen aranyosak, ugye? Te vagy a... Te ilyen mérges kalóz vagy? Igen. Pisztolyoddal lőttél már le valakit? Még nem. És most le fogsz lőni valakit, szerintem? Legalább megfenyegeted őket, amíg a körbe mentek. Fenyegesd meg őket a pisztolyjal, mit szólsz hozzá? Meg aztán látom, van itt nekünk egy medvénk is, ugye? Ő kicsoda? Ő a Big Newsy. Csoda? A Big Newsy. Akkor nem medve, akkor Newsy. Meg aztán van nekünk egy csodálatos hercegnőnk is. Aztán, hogyha Szúnyog barátunk kitalálta, hogy erre a triumvirátusra milyen zenét talál, akkor szerintem menjetek, mutatkozzatok be ezzel a pisztolyjal, meg fenyegessétek körbe mindenkit, jó? Menjél csak! Hát kösz, megfenyegettél mindenkit a pisztolyokkal? Mas előtt, ha-ho, Jack Sparrow, megfenyegettél mindenkit a pisztolyokkal? Nem, nem lőttél le senkit? Nem a jövőre, jó? Én a pisztolyomat nem adom oda, hátra azok. Na hát aztán... Javárján! Persze, ebből a meséből kinőttem, de aztán közben eszembe jutott. Van nekünk... Hát én először gondoltam hófehérkére. Azt mondta nem. Utána gondoltam hamupipőkére. Azt mondta az se. Ő egyszerűen a szépség. Hát most majd nézzék meg. Nézzék meg, hölgyeim, uraim, ezt a szépséget. Ritkán látni ilyen szépséget, ez tény is való. Na most a szörnyetegek szerintem jobban néznek ki, mint a szépségek. Vagy szörnyeteg, bocsánat. Na szóval, most már tudja mindenki, ugye, hogy melyik meséről beszélünk. Van benne szépség, van benne szörnyeteg, van benne teáskancsó, csésze. Húha, te meg a... mi pipacs. Tessék? Mondtam, ez a mese nekem már kimarad, de azért biztos. Na szóval. Minden évben az biztos, hogy nagyon, nagyon készültök ti erre. Most a szépség és a szörnyeteg az honnan jött, azt kitalálta ki. Ki fog beszélni? Laura? Zoli fog beszélni, a szépség fog beszélni nekünk. Hát szépségemből fakadva jött a szépség és a szörnyetek. Ja, értem, tehát... Ha, én is milyen szép vagyok. Na most ugye, hát most a
szépség és a szörnyetekben áthallás is lehet, hogy azt mondta, hogy a szépség, akkor otthon nem, meg a szörnyetek. Nem, gyorsan mentek. Bele, ezt tudjátok. Viszont, hogyha úgy gondoljátok, akkor menjetek, mutatkozzatok be ti is itt a közönségnek, önöknek pedig, ha tetszik a jelmez, tapsoljanak, arra kérem önöket. Menjetek! Régi nóta szállt, volt két idegen, aki hirtelen egymásra talált. Csak mint minden, nem számított rá, fél is még talált. Szépen köszönjük, meg ezeket a csodálatos jelmezeket is, amit ide hoztatok nekünk ismét. Arra kérek közben arra kérek minden eddigi felvonulót, hogy messze ne menjen. Gyertek csak álltok be ide a sorba, látom szépen baraktok öltözve. Igen. Ja nem? Azt hittem azért jöttök minél közelebb. Na szóval megkérek minden beöltözött, hogy ne menjen messze, mivel majd a végén szeretnénk, hogyha mindenki bejönne ide középre, és mindenki újra megmutatná magát itt a közönségnek. Most viszont menjünk tovább. Ide jövök. Fegyvert csöve elé nem állok. Szóval, tudom én, hogy veszély van. Na, mi is az a veszély? Hadd nézzem. Szóval, hallottam, hogy többen lettetek volna, csak felét már elövöldöztet. Hogyan volt ez az egész? Hát volt egy bagjunk is, csak sajnos elesett. A csatába? Nem, lelőttük. Hát akkor a csatába esett. Igen, van egy rókánk és egy övös medvénk még. Jó, van, de most már lőszer is elfogyott. Vagy ők fognak elővenni, te meg utánuk a puskával? Vagy hogyan fog ez működni ez mai nap? Lehet, hogy igen, a vadász szüldözik a vadak. Majd meglátjuk. Hát szerintem akkor lássuk meg, menjetek, mutatkozzatok be. Na, akkor megkergették a vadászt, jól van. Meg is érdemli ilyenkor, ugye, hogy megkergetitek. De lövöldözök feleslegesen az erdőben álltok, ugye? Na, hát akkor szerintem menjünk tovább. Van nekünk itt három aranyos kislányunk, akik be vannak öltözve. Már átjövök közben a túloldalra, hogy mindenki lásson bennünket, szülők is lásson bennünket, meg a tévékamerája is lásson bennünket. Aztán szeretném meghallgatni, hogy kik vagytok, minek öltöztetek. Na most? Csipke, Muzsika, Párduc, Boszi. Na szóval, Csipke, Rózsikánk is van, Párducunk van, és Boszink is van. És ki csinálta ezeket a szép ruhákat, amik rajtuk vannak?
ilyet nem mondunk, hogy a boltba vettük, ugye, hanem ezt anya meg apa csinálta, amíg ti iskolába voltatok, ugye? Becsületes kislány. Nem meri azt mondani, hogy ez így volt, pedig én ezt tudom, hogy ez így volt. Na, szóval akkor most arra kérlek benneteket is, hogy menjetek itt egy kört, jó? Mutatkozzatok be. Integessetek itt. Bácsik, szóval menjetek kör, jó? Köszönjük szépen, nem is volt ez olyan nehéz, ugye, menni itt egy kört. Na hát aztán, menjünk tovább. Ahonnan azért készülök, megkérdezem, hogy mire költöztek. Azt mondták, hogy Matyóska babának szerettek volna, de tavasz tündérek lettek. Itt van a legfiatalabb tündér mellettem. Őt kérdezem, hogy nem volt már meg a Matyóska baba gyűjtemény a második világháborúban? Nem szabadott. Aha, értem, jó. Tehát akkor azért lett a Matyóska babá volt tavasz tündér. Na, és ki csinálta ezeket sok szép jelmezt? Megközött én is magam. Meg a gyerekek is saját maguk csinálták. Tehát tavasz tündéreink vannak, ugye? Mivel, hogy várjuk a tavaszt erőteljesen. Hányan is vagytok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nem heten? 6-an. Jó. Hát akkor szerintem mutatkozz. Igen, Ildi, szerettél volna mondani valamit? Van egy mondóka, akkor viszont átjövök újra erre az oldalra. Ki fogja mondani a mondókát? Lilihez jöjjek a mikrofonra? Minden. Jó, akkor jó hangosan ide bele a mikrofonba. Hadd szóljon. Ennyi. Köszönjük szépen, készüljünk a tavaszi munkára, ti pedig menjetek és mutatkozzatok be. Remélem, akkor meghoztátok a tavaszt, és most már jó idő lesz, bízunk benne. Köszönjük szépen nektek is. Gyere, menjünk előbbre, gyere. Igaz, már itt se süt a nap, de azért jöjjünk csak ide. Te nem félsz a naptól? Nem fél a naptól. Ja, nem. Ja. Nem csontváz. Na szóval, ő nem vámpír, hanem csontváz. Ez lett volna a következő kérdésem, de megelőzött. És nem fázol, mint csontváz? Nem. Nem. Szíve már kihűlt, megpróbálta bekapcsolni, csak azt mondta, már nem dobog. Nincs meg a kapcsolója. Na szóval, ahogy hallom, nem egyedül készültél ide hozzánk, hanem egyik társaddal, viszont mi történt? Haza kellett vinni a kutyáját. Hát ugye a kutya szereti a csontot, lehet már megharabdált a kicsit a lábadat, azért kellett hazavinni. Szóval van egy csontvázunk. Nem tudom, hogy milyen muzsika illik a csontvázhoz, de szerintem menj körbe, ezek te vagy. Zörgesd a csontjaidat, közben hadd szóljon valami muzsika, mennyi. Köszönöm.
zörögtek a csontja, hallottátok? Igen. Zörgött, jó van, akkor örülök neki. Na szóval, Tésasszony, üljék már közelebb ide mellének. Üljék már ide mellén, aztán. Mondja már, szóval kérlek, sok covidos itt a háta mögött. Aha, szóval, van egy Tésasszonyunk, meg egy... Én az anyám vagyok, anyám Irénke. De anyám Irénke érkezett a tyúkjaival. Tik Ildikó, Tik Kati, Tik Bea, Tik Fanni, Tik Hédi, Tik Éva, meg a Bodri. Meg a Bodri kutyám hegyes szület. Hát tudja hegyezni a fülét, Bodri kutyám? Persze, hogy ne tudná hegyezni. Na, szóval, nem fagyott már tikok valagájában a hidegben? Hadd kérdezzem már meg. Az előbb megnézted, megtojásultad őket. Megtojóztuk őket egy kicsit, persze, miért ide jöttek volna, csak hogy jobban tudjanak kotkodácsolni itten, kigyelmeteknek majd, hogyha körbe mennek. Úgyhogy... Irénke, kedves Irénke. Hallgatnak kigyelmedre ezek a tikok? A kis kacsát. Na hát akkor hadd nézzük meg, hogyan mennek. Meg olyanok, mint a kis tudat. Jó, na szóval akkor. Tisztisek, mint a pulykák. Szerintem ez direkt csinálja. Na szóval menjetek egy kört, aztán a tikok meg inni csutálnak. Hát akkor menni a kis tojásos, akkor mehet. Kis tojásos szerintem akarjon menni. Na gyerünk, kotkodácsolni itt át a mögön. Petőfi Sándor, anyám tyúkja. Ej, mi a kő tyúkanyú? Kend a szobában lakik itt benn? Lám, csak jó az Isten, jó tát, hogy fölvitte a kent dolgát. Itt szaladgál föl és alá, míg a ládára is felszáll. Eszébe jut, kotkodákol, s nem verik ki a szobából. Dehogy verik, mint a galambot etetik. Válogat a kendermagban, a kis király sem ér jobban. Ezért aztán tyúkanyó, hát jól megbecsüljeken magát. Iparkodjék, ne legyen ám tojás szűkében az anyám. Mozsa kutyám, hegyezd füled, hadd beszélek mostan veled. Na, Bodri kutyám, külön megszólítottak téged, hallod? Na gyertek ide, drága van. Bocsánat, nem láttam. Na gyertek ide, drága barátaim. Ti ott a hátul bujkáltatok, azt hittem pedig, hogy már el. Na, kik vagytok, ti mutatkozzatok be itt nekünk. Én vagyok a raptor. Egy raptorunk van. Egy raptor, viszont. És te? Vacsora. Ő meg a vacsora. Aha, szóval a raptor elhozta magával a vacsoráját. Gondolja, hát, ha nem marad a végén neki fán. És hogyan szereted a vacsorára? Sütve, főve vagy nyersen? Nyersen szereti, közben ugye beöltözött rendesen, ahogy kell egy raptornak. Úgyhogy nem tudom, ilyen Jurassic Park szerintem, ugye? Micsoda? Jurassic World. Ja, ez a Jurassic World. Hát az majdnem ugyanaz, amit én mondtam. Ugye? Na, és most akkor hogyan lesz? Tehát a vacsora fog futni előtte, te meg utána? Vagy hogyan fog ez működni? Igen. Na, hogyan kitaláltam? Figyeltétek? Na, akkor szerintem gyorsan fuss egy kört, addig mielőtt megesz a raptor. Figyelem, Szúnyog barátunk mindjárt indítja hozzá a zenét is. Na, megmenekült a vacsora, hogy elnézem. Most viszont, mi hogy elfogytak a jelmezesek, megkérek mindenkit, aki itt eddig felvonult, hogy amíg a zsűri meghozza a döntést, addig jöjjenek be újra, mutatkozzanak meg újra itt a közönség előtt. Mindenki, aki itt volt és felvonult, azt kérem, hogy jöjjön ide. És ugyanúgy szerintem mindenki menjen egy kört. Jó? Először akkor az ember.
szépen köszönjük újra a felvonulóknak. Messze még mindig ne menjetek, ugyanis hamarosan eredmény hirdetés lesz. Addig viszont szeretném még elmondani önöknek, hogy most, hogy már reméljük, hogy beindul újra az élet. Ezért szeretném már most meghívni önöket következő rendezvényünkre, március 15-e ünnepi koszorúzásra, ami itt lesz ugye mellettünk a templomkertben. Elmondhatom, hogy ismét csak üki fellépők lesznek ott, ünnepi szónok a katolikus plébános úr mellett. Ugye itt lesz majd velünk a férfi kar, a büki férfi kar, sok színpadtársulat versmondói fognak verset mondani, úgyhogy kérem önöket, hogy ugyanilyen lelkesedéssel jöjjenek ki, emlékezzünk meg a márciusi ifjakról. És akkor most, hogy vége van már a felvonulásnak, lassan érkezik a zsűri is, hozza az ajándékokat, addig megkérem kedves galambos Szunyi barátomat, valami kis alapzörej tegyél be, amíg érkezik a zsűri, és utána kiosszuk az ajándékokat. Nagyon bátor kislány, gyere ide mellém. Na gyere ide mellém, mutatkozz be, hogy te ki vagy. Na gyere, gyere itt a mikrofonba. De várja, itt a mikrofonba mondd el szépen, hogy te ki vagy, jó? Cica királynő. Ő egy cica király. Hallotta mindenki, ugye? És sok alattvalód van az országodban? Igen. Egerek is vannak? Igen. Őket megeszitek? Akkor ők az élés kamrák, jó van. Szerintem menjél, bemutatkozol itt, bemész oda középre. Mutatkozzál be mindenkinek, hogy te vagy a cica királynő, menjél csak. Nagyon ügyes voltál, köszönjük szépen. És akkor tényleg már csak egy kis türelmet szeretnénk kérni, aztán érkezik a zsűri, utána pedig aztán még várjuk önöket. Készültek itt a művelődési központ kollégái önöknek idén egy kis fánkkal, egy kis forralborral, valamint aztán kimegyünk ide a művelődési központtal szembeni területre, elégetjük azt a kiszebábot, amivel aztán végképp elűzzük idénre ezt a kis telet is, ami csak mutatóban volt itt velünk újra ebben az évben. Tóth Tamás kollégánk már itt van, ránézek, hogy hogyan áll a zsűri, érkeznek-e lassan. Egyetlen egy percet kérünk még. Gyertek ide, álljunk be egy fél körben. Gyertek, ti is, gyertek csak. Hol vannak a többiek? Szépségem, meg a szörnyetegek, gyertek. Tavasztündérek, gyertek. Jó virgácsáid vannak, mondták?
Persze. Tündérkéim, gyertek, Szeretném átadni a mikrofont Tóth Tamás intézményvezető úrnak. Nagyon szépen köszönöm, drága komám. Kedves gyerekek, kedves anyukák, apukák, nagymamák, kedves mindenki, aki vette a fáradtságot, hogy két év, vagy hát egy év kihagyás után újra meg tudtuk tartani ezt a farsangi felvonulást, ezt a farsangfarki télűzést, így hagyományaink szerint. És jó volt látni, hogy remélem most már nem csak a szívekben, hanem tényleg elmegy tőlünk ez a csúnya vírus helyzet, és újra visszabillen az életünk a rendes kerékvágásba, és megtartatjuk az ünnepeinket, és újra összejöhetünk, újra lehetünk közösségben, újra lehetünk társaságban. A mai napon nagy-nagy-nagy hálával tartozom a kolléganőimnek. Kolléganőimnek, akik érezve a nyitás szelét, kitalálták ezt a tematikus napot. Újra nővé öltözhettem, ez egy külön öröm volt számomra az elmúlt 10 évben negyedszerre. Nekem, Robinak is, nagyon örülök neki. Nagyon szépen köszönöm az iparos körnek a segítséget. Nagyon szépen köszönöm Farkas Laurának, hogy újra csatasorba állt és a finom fánkot megsütötte és elhozta nekünk. És köszönöm a Büki Horgász Egyesületnek, hogy segítettek nekünk a mágiát összerakni. Ahogy hallottam, éjszaka leple alatt hozták ide, hogy senki ne lássa. Én a mai estére már nem kívánok senkinek semmi egyebet, csak hogy érezze nagyon jól magát. A díjazottaknak külön is gratulálok, a fánkhoz nagyon jó étvágyat kívánok, és utána, aki még nem fázik, egy kis forradborral, egy kis zenével, üzzel jóna hangosan ezt a telet, mert eddig nem jött, most már ne jöjjön, most már jöjjön a kikelet. Köszönöm szépen, és jó szórakozást kívánok mindenkinek! Köszönjük, Tamás, és akkor most térjünk rá az ajándékok átadására. Egy emberről beszélünk, de ugye, mivel van egy cica is, meg egy királynő név is. Kapsz egy emlékkapot is. Gratulálunk. Gratulálunk, köszönjük szépen. Menjünk is tovább. Ki lesz a következő díjazottunk? A legötletesebb egyéni jelmezért kérjük szépen ide a hercegnőnket. Melyiket van? Melyik hercegnő? Ja, ő a hercegnő? Ő a hercegnő? Jó. Legyél te a hercegnő, mit szólsz hozzá, jó? Jó, oké. Szóval, a másik hercegnőnk is kap tőlünk ajándékot, az Elza. Tapsot kérünk neki is, oda Tamáshoz. Az emléknap, és fogyaszt egészséggel. Aztán... Kérjük szépen a Bossit is jöjjön ide közelebb hozzánk. Ő is kap tőlünk ajándékot. Ez az emléklap, tessék, ez a... Gratulálok! Ügyeznek és jövjön. Egy kis csokit is kaptál mellé. Meg aztán kérjük a párducunkat is. Ő is kap tőlünk ajándékot. Csak hogy jövőre már bátrabb legyél, és te fogjál bemutatkozni nekünk, ne a tesó, oké? Okay? Igaz, hogy a szíve nem dobogott legalábbis látványosan, de megérdemli ő is az ajándékot, úgyhogy jön a csontvázis is kis ajándékért. Van benne minden jó. Ami egy postásnak. Testvér. Azt majd... Aztán szeretnénk kérni a raptorunkat. Gyere csak, Nyuszikám, gyere te is, gyere! Gyere csak! Te leszel a préda, úgyhogy te is kapni fogsz belőle majd, jó? Majd a raptorral megmerekszel vele érte. Köszönjük szépen, nagyon ütletesek voltatok. Aztán van nekünk egy bingyulunk.
Hol Big Newsy? Meg a kalózt is kérjük szépen, a Big Newsy-t és a kalózt kérjük ide. Kaptok ti is tőlünk ajándékot, de tudod miért? Hogy jövőre jobban fenyegetőzzél majd azzal a pisztollyal, oké, rendben? Tessék, hogy a tiétek, osztozzatok meg rajta. Köszönjük, hogy itt voltatok. Na, aztán szeretnénk kérni a megfutamított vadászunkat, meg a róka, meg a medvét. Hát csak azért is, hogy ilyen szépen megkergettétek a vadászt. Itt egy emléklap, parancsoljatok. Tamás meg majd odaadja az ajándékot. Köszönjük szépen. Fogyasszátok egészséggel azt a sok finomságot. Na aztán, hol van a vasemberünk, meg a Strange doktorunk? De most aztán időugrás mutassál nekünk majd, jó? Egy időhúrka. Aha, mit csináltak? Miután elpusztították a köveket, és a sumárhúrban van. Tessék, elpusztították a köveket. Na, a jövőre talán majd arra megvesznek azok a kövek. Visszamentek. A gangstereink is kapnak egy külön ajándékot, de inkább szerintem a keresztapának kéne adni, mert elengedte őket, amíg ugye itt voltak, de majd meg fogják kapni azt az ajándékát. Na, a tavasztündérek, gyertek, drágáim! Kaptok ti is egy kis ajándékot, kis kertcsinálót, hogy jövőre újra ötletesen beöltözzetek. Fogyasszátok, ami egészséggel, ami abban a táskában van. Aztán Bükkváros ajándékát szeretnénk átadni ismét az egyik legötletesebb csoportnak. Gyere szépségem, meg a szörnyetek és a többiek. Többiek? Nem jöttök? Ja, majd ők oda viszik persze, ti majd csak segítetek elvenni. Gratulálunk még egyszer. Nem kérek, köszönöm szépen, még vacsora előtt vagyok, nem. Még vacsora előtt vagyok, úgyhogy nem kérünk, köszönjük szépen. Vále, nem is azonban nem a hangsúly, hogy mondom, nincs. És van még egy ajándékunk, szintén a Bükkváros önkormányzatának a felajánlásából. Ez pedig, emendem szerint, gyertek, ez mind a tiétek. Hát középen azt az üveget, azt majd adjátok neki Erika néninek, jó? Az az Erika néni, többi a tiétek lehet. Itt az emléklap is, melyiteknek adjam oda. Hát nagyon szépen köszönjük ismételten mindenkinek, aki beöltözött, megérdemel egy nagy tapsot ismét tőlünk. Örülünk, hogy itt vannak, örülünk, hogy eljöttek. Bízom benne, hogy ez a rendezvény folytatódni is fog. Viszont, ahogy mondtuk, messze ne menjenek, ugyanis most már itt vannak az edényekben, a forradból, a farsangifák. Jöjjenek kérem, fogyasszanak, aztán mennyi idő múlva égetjük el azt a bábot, Tamás. És egy 10 perc múlva pedig megkérem önöket, fáradjunk át ide a művelési központtal szembeni területre, égessük el azt a kiszebábot, űzzük el a teret végleg. Köszönöm szépen!
Hadd halljam, várjátok a dolgot! Hadd halljam, gyere, Tamás, dobd rá, jó! Dobd rá!